Lezárult a Neumann János Egyetem pénzügyek felsőfokon Légy kreatív elnevezésű hallgatói ötletpályázatának döntője, amit a Magyar Nemzeti Bank szervezett harmadik alkalommal az egyetemmel közösen. A cél az volt, hogy a gyerekek kreatív módon fejlesszék a magyar fogyasztók pénzügyi kultúráját és pénzügyi tudatosságát. Tavaly egy kalkulátort népszerűsítettünk, ma pedig a költségvetés készítést fogjuk feldolgozni, hogy azt hogyan lehetne népszerűsíteni, terjeszteni és segíteni az embereknek a költségvetés készítésben otthon. A szerdai napon a már elkészült videó bejegyzéseket a szakmai zsűri is láthatta. A gyerekeknek egy-egy témához kapcsolódóan pár perces videó bejegyzést kellett készíteniük. Idén a videoblog készítése nagyobb kihívásnak minősült, összesen 5 pályázat érkezett be a Neumann János Egyetemről, de elmondhatjuk, hogy ezek mind nagyon jól átgondolt, nagyon jól megtervezett színvonalas munkák lettek. Dr. Szívós László, a Gazdaságtudományi Kar nemzetközi kapcsolatokért felelős déken helyettese elmondta, már sok éves együttműködésben van az egyetem a Magyar Nemzeti Bankkal. A jelentkezők elmondták, a pályázat egy jó megmérettetés volt számukra, mivel így tudást és tapasztalatokat tudtak szerezni. Először feldolgoztuk a témát, gyűjtöttünk hozzá előzetesen anyagokat, amik szükségesek voltak ahhoz, hogy meg tudjuk írni az alapból a beadandót, ami egy ilyen 3 oldalas kisebb összefoglalása a úgymond célcsoport kiválasztásnak, és azon belül pedig a versenyre való úgymond videó elkészítésének. Sólyom Balázs, a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi szakértője elmondta, a pályázatok elbírálásánál fontos szempont volt, hogy a kreativitás mellett figyelemfelkeltő és hasznos információkkal ellátott művek legyenek. A Kecskeméti Egyetem első helyezettjének munkáját az MNB által szervezett záró rendezvényén mutatják be, az ország többi egyeteméről részt vett pályázataival közösen.